A szuverenitásvédelmi törvény volt a parlament keddi ülésnapjának első napi rendi pontja. A vita az igazságügyi miniszter vezérszónoki felszólalásával kezdődött, ami röviden összefoglalta a javaslat célját. Lehetőséget teremt egy új hivatal létrehozására, megteremti, illetve megerősíti a magyar emberek biztonságát egy most körülöttünk zajló konfliktusban és a világ változásai közepette. Célunk az, hogy Magyarország szabad ország maradhasson. A törvénycsomag egyik beterjesztőjeként Varga Judit megnevezte, hogy kik lehetnek majd a szuverenitásvédelmi hatóság látóterében. Az idegen érdekek kiszolgálóit kell rendre visszavernünk, akik nagy nemzetközi NGO hálózatok által guruló dollárok segítségével, vagy éppen a fősodratú progresszív liberális médián keresztül próbálják aláásni a magyar érdekérvényesítést. A képviselő végül azt kérte az ellenzéktől, hogy egyszer végre a magyar emberek érdekét helyezzék a külföldi érdekek elé. A fősodratú progresszív médiában köszöntöm Döbrenteni Dánielt, a TASZ projektvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Próbálom úgy feltenni a kérdést, hogy ne legyen benne vélemény. Ugye azt mondta a szónok, hogy mindennapos támadást kellett visszaverni. Olyan NGO-kon keresztül jött ez a támadás, amely NGO-k guruló dollárok segítségével, vagy egyébként is idegen érdekeket szolgálnak. Ez hogy zajlik a háttérben, ezt el tudnám mondani, hogy ki keresi meg önöket, hogy ajánlanak pénzt, és mit mondanak, hogy kéne képviselni az idegen érdeket a magyar kormánnyal szemben? Minden kérdésre a válasz az, hogy sehogy. Tehát, ezt ki hiszi el önöknek? Ezt szerintem azt hiszi el, aki megnézi mondjuk a honlapunkat, aki mondjuk követi a tevékenységünket, és láthatja azt, hogy a tevékenységünk átlátható, a gazdálkodásunk átlátható, több információt teszünk közzé a tevékenységünkre és a gazdálkodásunkra, mint amennyit a jogszabályok egyébként megkövetelnek. Szó van a jogszabályban egy úgynevezett szuverenitásvédelmi hatóság felállításáról. Látott-e már olyat, amely egy adott... Én nem tudom, hogy ez milyen terület, ami a szuverenitás védelem, tehát hogy ez milyen szakpolitikai ágazathoz tartozó történet, de hogy látott-e már olyat, hogy ha van egy hatóság, annak a döntése ellen nem lehet jogorvoslattal fordulni bárhova? Ilyen nincs. Tehát van valami távoli párhuzam talán az állami számvevőszék döntéseivel kapcsolatban, de az állami számvevőszék döntéseinek végrehajtása ellen is van jogorvoslat. Tehát ez egy jogi nonsens, nagyon-nagyon sok jogi nonsens tartalmaz ez a jogszabály. Végig elemezhetjük persze ezeket, de szerintem azt előjáróban mindenképpen el kell mondani, hogy ezek a hiányosságok, még hogyha korrigálásra is kerülnek, attól még ez a jogszabály alaptörvénysértő és nemzetközi egyezményeket fog sérteni. Tehát itt nem eljárási kérdések vannak a fókuszban, nem ezek a fő problémák, ezek is nagyon-nagyon súlyos hiányosságok. A probléma a jogszabály szellemisége. Hogy megértse mindenki azt, hogy miért sérti akár a nemzetközi egyezményeket. Ha a kormány uniós pénzt kap, mi a különbség a között, hogy az unió delegál különböző feladatokra pénzösszegeket, vagy azt mondja, hogy mivel egyébként az uniónak vannak szakpolitikai célkitűzései, ezért az ennek érdekében történő végrehajtást ez tulajdonképpen civil szervezetek segítségével hajtja végre. Mi a különbség? A különbség az az, hogy kihozza a döntéseket. Tehát a kormány láthatólag ismételten azt a célt szeretné megvalósítani, hogy rajta kívül senki ne maradjon a pályán. A kormánypárt akar lenni az egyedüli olyan tényező, aki a magyarországi közügyek kapcsán véleményt nyilváníthat és döntéseket hozhat. Ez teljesen antidemokratikus, az egész szabályozás arra irányul, hogy azokat a hangokat elhallgattassa, akik nem értenek egyet a kormányzati tevékenységgel. Láthattunk sok ilyen korábbi kísérletet, ezek rendre elbuktak, és azt gondolom, hogy ez a kísérlet is el fog bukni. Na most ez nagyon érdekes, hogy abban az esetben, hogyha ugyanazt a közfeladatot látja el az NGO, amit belföldi finanszírozásban jogosan tehet, mint külföldi finanszírozásban, akkor szét lehet-e választani azt, hogyha az uniótól jön a pénz, akkor az nem oké, ha a magyar kormánytól jön, akkor oké? Maga a jogszabály sem határozza meg, hogy mi az, hogy külföldi támogatás. Tehát ez nem. Nem. A nonsens szerintem itt kezdődik többek közt. A büntetőjogi rész ott
tesz erre kísérletet, de a szuverenitásvédelmi hivatal hatásköre kapcsán az, hogy mi a külföldi támogatás, arról nem szól a jogszabály. Mondok egy konkrét példát, hogyha például ugye a büntetés végrehajtás vagy az országos rendőrfőkapitányságnak a személyzetét a legújabb európai trendek kapcsán megpróbálják oktatni, ugye? Elképzelhető az, hogy a magyar kormány is ad erre pénzt, meg az Unió is, ugye? Na most mi a kettő közti alapvető különbség, hogy miért merül fel a veszély akkor, hogyha az Unió ad pénzt az külföldi érdekek képviseletére? Semmilyen veszély nincs ebben, hiszen Magyarország az Európai Unió mint szövetségi rendszer tagja. Ami a kormányzati narratíva, az az, hogy vannak bizonyos általuk külföldi érdeknek nevezett törekvések, ezt lefordítom magyarra, ez azt jelenti, hogy aki nem ért velük egyet, azt besorolják ebbe. Önmagában tehát az, hogy valaki külföldi forrást használ fel. Azt a jogszabály elmondja, hogy mit jelent az, hogy nem ért egyet valaki valamivel külföldön, amit a magyar kormány akar? Nem, a jogszabály ezen a ponton is teljesen homályos, hogy mit jelent az, hogy külföldi érdek képviselete, ez se határozza meg, az se határozza meg, hogy mit jelent a dezinformációs tevékenység, vagy a lobby tevékenység. Csomó ilyen jól hangzó állítást tesz ez a jogszabály, és az ilyen homályos kifejezések teszik alkalmassá a szabályozást arra, hogy ezt azzal szemben lehessen alkalmazni, akivel szemben aktuálisan a kormány számára ez kedvezőnek tűnik. Ugye azt érzékeltem, hogy azok a civil szervezetek, akik rendszeresen az európai parlamenti képviselők, vagy a bizottság delegáltjai találkoznak, ugye azok a szervezetek közös álláspontot alakítottak ki a jogszabálytervezet kapcsán. Mit jelent az, hogy szuverenitásvédelem? Mert hogy az a legfőbb kritika, hogy ez nagyon homályos ez a történet, a magyar jogszabályoknak sem felel meg ez a meghatározás a jogszabályban. Igen, a szuverenitásvédelem az azt jelenteni, hogy egy államnak az önállósága, meg a cselekvő képessége megmaradjon. És ez egy legitim cél, tehát az például rendben van, az alkotmányosan igazolható, hogy pártok, jelöltek átlátható forrásból gazdálkodhassanak. A probléma az az, hogy ez a szabályozás annyira kitágítja ezt a fogalmat, és annyira összemossa politikai törekvésekkel, aktuál politikai törekvésekkel, hogy igazából a szabályozás lényege elvész. Megjegyzem, hogy létezik olyan Magyarországon, már eddig is létezett szuverenitásvédelmi szabály, pártok eddig sem fogadhattak el külföldi támogatást. Sőt, ez a rendszerváltás óta van így. Így van. Nem? Pontosan. Nem tudom, hogy a párttörvény vagy más törvény tiltja ezt, vagy a választójogi választási eljárás. Pártok gazdálkodásáról szóló törvény. Pártok gazdálkodásáról. De ez egy származékos jogszabály már olyan szempontból, hogy a legfőbb szabályozók a rendszerváltás évében születtek, igen, ugye? Igen. Jó. Ha azt nézzük, hogy mit lehet tenni jogászként a jogszabály ellen, akkor mi a lehetőség? Jogászként két dolgot tehetünk, egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a szabály milyen magasabb rendű jogszabályokba ütközik, milyen nemzetközi szerződéseket sért, hogyan ütközik az alaptörvénybe, számtalan pontot lehet sorolni. A másik nyilvánvaló, hogy ebből következik, hogy eljárások indítását lehet ilyenkor megfontolni, mi magunk is így fogunk tenni a TASZ-nál, és emellett segítséget nyújtunk, segítséget ajánlunk azoknak, akik ellen megpróbálják majd ezt a jogszabályt alkalmazni. És van egy nem jogi eszköz, felhívni a figyelmet arra, hogy milyen törekvéseket szolgál ez a jogszabály, és tudatosítani az emberekben és az aktív polgárokban azt, hogy ne érezzék magukat fenyegetve. Ez egy úgynevezett propaganda jogszabály, választást megelőző időszakban rendszeresen szoktak ilyeneket alkotni. Ez a legyen béke, szabadság és egyetértés norma, vagy? Nagyon sok párhuzamot lehet erre mondani. Igen. Van több történelmi példa is, és azt gondolom, hogy az utóbbi években is láthattunk sok ilyen példát. Záró kérdés. Ha azt nézi, hogy egy bírósági eljárásban egy bíró kockáztatja a szakmai reputációját azzal, hogy mondjuk állásfoglalást kér, ugye, valamely testülettől az Európai Unióban, akkor vajon esélyese az, hogy a bírók ezt mérlegelik? Én azt gondolom, hogy a bíróknak nem csak hogy lehetősége, de kötelessége is így tenni, tehát alkotmánybírósághoz is fordulhat a bíró, hogyha úgy értelmezi, hogy a laptörvény ellenes jogszabályt kell alkalmaznia, illetve az Európai Unió bíróságától is kérhet előzetes állásfoglalást. És addig felfüggeszti az eljárást. Köszönöm szépen, még beszélünk a jogszabályról.
11 izraeli túszt, köztük 9 gyereket és 2 édesanyát engedett el a Hamász terrorszervezet. A túszokért cserébe 33 palesztin elítélt rabot engedett szabadon Izrael. Többségükben fiatalkorú és női elítéltek szabadulhattak büntetésük letöltése előtt.